Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a Gyöngyös Ma, televíziónk közéleti magazinja. Mai műsorunk első részében beszélgetünk Csárdás László, valaki a Városháza külügyi referense, mégpedig abból az apropóból, hogy tegnap éjszaka megérkeztek a dán testvérváros delegációja, megérkezett hozzánk, itt töltenek nálunk 3 napot, általában a külügyi referenciáról, általában a testvérvárosokról is lesz szó. Köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Azzal kezdjük talán, amit mondtam itt a neved alatt, tituláltalak, hogy külügyi referens, mit akar ez a pozíció? Hát tavaly február óta dolgozom a Városházán külügyi referensként. Igen, valóban, amit te is mondtál, a testvérvárosi kapcsolatoknak a menedzselése, karbantartása talán az egyik legfontosabb része ennek a pozíciónak. Gyöngyösnek ugye több testvérvárosa is van. Ezek közül az egyik a Ringstedi testvérvárosunk, akik az első testvérvárosa volt Gyöngyösnek. Szóval a különböző testvérvárosi kapcsolatoknak az ápolása, a protokolláris találkozóknak az előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, illetve az ahhoz kapcsolódó utómunka is hozzám tartozik. Ezen kívül a különböző Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó nemzetközi érintkezésekben is részt veszek, értem ezzel a találkozókat, pályázatok előkészítését, illetve az elnyert pályázati források felhasználásában is van szerepem, illetve olyan nemzetközi kapcsolatoknak az ápolása, vagy hát mondjuk úgy, hogy az azoknak való fenntartása is hozzám tartozik, mint például az Európai Fórum a városok biztonságáért, tehát az EFÜSZ nevű szervezettel való kapcsolattartás, amelynek a tagja Gyöngyös tavaly januárban lett. Tehát nagyon széles körű tevékenységed van, és ennek folyamányaként azért egy 1973-as szerződést említettünk itt most, hogy az első testvérváros Ringsted. Itt most a dán városról beszélünk, igen. Van egy utca is elnevezve, ugye ennek apropóján itt Gyöngyösön. Azért nem kicsi idő után újra itt. Hát is egy feladat volt, ugye, hogy a régi testvérvárosokkal felvegyétek újra a kapcsolatot, ez is a te munkádnak a gyümölcse és eredménye. Így van, tehát ahogy te is mondtad, Ringsted az első testvérvárosunk. 1973-ban, tehát még jóval a rendszerváltás előtt írta alá a két város vezetése a szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a két város különböző területeken, akkor még elsősorban nem gazdasági, inkább kulturális, oktatási területen szeretne együttműködni, és többek között azért is, mert első testvérvárosi kapcsolatunk Ringstedhez fűz, egy városrészt is elneveztek róla, illetve egy utcát, és az utca körül elhelyezkedő lakótelepet. Igen, tehát a testvérvárosokkal, azokkal a testvérvárosokkal, amelyekkel a kapcsolat már régóta nem volt élő, idén januárban próbáltuk a megállapodásokat megújítani. Ringsted Dániából, Pieksemäki Finnországból, Szanok Lengyelországból mind pozitívan állt a megkeresésünkhöz, és fel is vettük velük a kapcsolatot, és reméljük, hogy ezek újra élővé válhatnak. Összességében hány testvérvárosa van Gyöngyösvárosában? Tehát ugye van Ringsted Dániából, Pieksemäki Finnországból, Szanok Lengyelországból, aztán van egy Manisa nevű testvérvárosunk Törökországban, egy Luohe nevű testvérvárosunk, kicsike 2,5 milliós testvérvárosunk Kínában, illetve még Lendva is testvérvárosunk, az pedig Szlovéniában található, illetve Kézdivásárhely, ő egyébként a második testvérvárosi kapcsolatunk, ő pedig ugye Erdélyben található. Tehát akkor ez 6 testvérváros. Beszéljünk most arról, hogy említettük, hogy tegnap érkeztek, hogy én említettem az elején, hogy éjfél körül érkeztek meg, és most itt töltenek 3 napot, milyen tartalommal töltitek meg, illetve mi vagytok már túl, mert nyilván ma megvolt akkor a hivatalos delegációs találkozó is. Hát igyekeztünk a programot úgy összeállítani, hogy ez a testvérvárosi delegáció kéréseihez igazodjon.
szerettek volna betekintést kapni abba, hogy hogyan működnek nálunk a kulturális intézmények, hogyan vezeti a város a különböző kulturális programokat összefogó önkormányzati céget, intézményeket, hogyan működik Gyöngyösen a kultúrpolitika, tehát ez egy egészen konkrét terület, amelyre kíváncsiak. Szeretnének szociális intézmények, is megnézni, illetve azt, hogy ezek hogyan működnek, hogy általában az önkormányzati fenntartású szociális ellátással kapcsolatban milyen irányvonalakat határoz meg a város vezetése, illetve milyen jövőbeli céljai vannak. Tehát szociális intézményekbe is el fogjuk őket vinni, és akkor a kulturális és szociális intézményeinkből hál' Istennek jó sok van, tehát a könyvtár, az idősgondozás, hát végül is szociális intézményekhez végről kapcsolódnak az óvodák, oda is el fognak látogatni velünk, illetve hát szeretnénk nekik a szakmai érdekességeken túl megmutatni a hagyományos értelemben vett kulturális értékeinket, a templomunkat, a nagy templomunkat, a kincstárat, a kilátót, mármint a toronykilátót, a Mátra múzeumot. Szóval egy színes tehát programot sikerült összeállítani. Igen. Programot és ma már, hát mivel korán érkeztek hajnalban, nem tudtak sokat aludni, ezért viszonylag későn kezdtük a mai programot, úgyhogy egyelőre egy protokolláris találkozón vannak túl a városvezetéssel, illetve most is a város különböző értékeit nézzük meg, talán a kincstárban vannak. Hát ez egy nagyon nagyszerű dolog, és akkor mi a folytatás? Mert hogy itt most megszületik akkor egy... Párbeszéd, nyilvánvaló, hogy sok-sok év után újra felélénkül a kapcsolat, és nyilván egy külügyi referensnek vannak hosszú távú stratégiái is, hiszen ez már egy januári projekt eredménye, ami most itt novemberben realizálódott. Hogyan látod a hogyan továbbot, Laci? Szeretnénk, hogyha valamilyen azon túl, hogy a párbeszéd újra kialakult, és megerősítjük az együttműködésünket formálisan, szeretném, hogyha lenne kézzel fogható hozadéka is ennek a projektnek. A cél az az lenne, hogy oktatási és kulturális intézmények között valamiféle csereprogram, kommunikációs szálak alakuljanak ki. Nem tartom kizártnak, hogy például valamiféle Erasmus együttműködésen keresztül cserélhetne tapasztalatot a két településen működő művelődési központ, vagy éppen könyvtár, vagy mint ahogy Piek Szemekivel, tehát a finn testvérvárosunkkal is megtörtént, már létrejött egy Erasmus kapcsolat a két iskola között. Hát ez nagyon-nagyon nagy dolog, és úgy gondolom, hogy akkor a haladást is ebben látod, amiket felsoroltál, itt hogy is ez lenne mik lennének azok a támpontok, amik a együttműködési jogiratban szerepelnek. Köszönöm, hogy időt szántál ránk, és hát sikeres napokat a dánokkal. Köszönöm szépen a meghívást én is. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, de ne kapcsoljanak sehová, hiszen folytatjuk is rögtön a második részre, mégpedig a Berzenagy János gimnázium falai közé fogunk ellátogatni.